A megyebeli futballcsapatok már elkezdték a felkészülést, is, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, megindult a játékos mozgás is. Igaz, a nyári átigazolási időszakban sokkal több futballista cserél csapatot, mint télen, de február közepéig nyitott a piac, az MLS megyei igazgatóságán várják az érintett csapatok képviselőit valamennyi megyei játékengedéllyel rendelkező labdarúgót, illetve futszáljátékost érint. Ez azt jelenti, hogy a szabolcs megye, ugye mind a labdarúgás, mind a futszál fronton, a Budapest és Pest megye után a vidéki megyék közül az első, így mintegy 12 ezer játékengedélyes labdarúgót érinthet ez az átigazolási időszak, hiszen valamennyi szakákban, valamennyi korosztályban télen lehet csapatot váltani. Az viszont nagyon fontos kitétel, hogy aki aktív labdarúgó és ősszel is aktívan játszott, csak és kizárólag akkor tud csapatot váltani a téli átigazolási időszakban, hogyha a jelenlegi klubja, az úgynevezett átadó klubja elengeri őt, az átigazolási lapot aláírja. Ugye 19 éven aluli játékosoknál működési költségtérítés fizetése kötelező, amely a nyiázban található B táblázat sorol fel, és a B táblázat összegeinek a 10%-át minimum meg kell téríteni és a, ilyenkor télen a felnőtt játékosok után is kérhető működési költségtérítés, viszont a felnőtt költségtérítéstől a két klub megállapodhat úgy, hogy teljes mértékben eltekint. Mint a megyei igazgató elmondta, a tavaszi szezonban két csapat hiányzik majd a pályáról kettő megye hármas csapat már jelezte, hogy nem tudja folytani a tavaszi folytatást. Mind a ketten létszámhiány miatt, tehát egyszerűen nincs annyi labdarúgójuk. Az egyik az a Varsány Unió csapat, ez a megye hármas csoport, a másik pedig a Fehér kettő csapata, ez a megye három szamos csoport. Igazából a csapatokat úgy érinti, hogy ezeket az eredményeket ugye ilyenkor el kell vennünk. A visszalépő csapatot a tabella utolsó helyére kell sorolnunk, és tavasszal, amikor játszanának velük, akkor szabadnaposak lesznek. Az elmúlt hétvégén lejátszották a Nyírerdő Kupa középdöntőit. Január 26-án a Filófozi csarnokban a Záhony, a Kemecse, a Levelek, az Enchenc, a Csengersima, az Ibrány, az Újfehértó és az Apajlép majd pályára döntőben.